Üdvözlök mindenkit innen Halászakról. A 125-ös vasútvonal a Mezőtúl Szarvasorosháza Mezőhegyes vasútvonalnak az egyik megállóhelye. 143-as szelvénynél, arrafele van Szarvas. Ez a háza, egyébként a kiinduló pont Mezőtúl, tehát onnan vagyunk 14,3 kilométerre. És itt a megállója, háttérben látható a Körös híd. Ezt meg közelebbről is megnézem. És hát látjátok, ez a régi peron, a murvás, és némi fejlesztés mutatkozik a vonalon, mert építenek egy magasított peront. Igaz, hogy nem a teljes peron hosszra, mert nyilván általában itt szólóbézék vagy pótkocsis bézék járnak, és ahhoz pedig nem kell ilyen hosszú peron. Ezt még hosszabb vonatokra tervezték annó. De majd mindjárt közelebb megyünk és megmutatom, meg a menetrendet is. A tavalyi járvány ugye menetrend az ezt a vonalat se kivélte, tehát itt is volt egy napi két pár vonatos menetrend és pótlóbuszok szerencsére, és győzött a józan ész, és megszüntették. Úgyhogy most már itt is normál ütemben járnak a vonatok, és egyébként ezt a megállót aztán a pótlóbusz nem is érintette, mert ugye ide betonút nem vezet, nem tudott volna kijönni. És egyébként itt mellettünk egy horgásztó van, meg egy holtág, tehát még azt is lehet mondani szerintem, hogy ugye kihasználta a megálló, mert ugye a horgásztóhoz meg ugye strandolni, meg horgászni azért lehet jönni. És ahhoz meg jó helyen van. És közúti híd itt a Körösön nincsen, Mezőtúl meg Szarvas között, csak egy komp, ami nem mindig működik. De hát állandó híd az csak vasúton van. És korábban egyébként volt egy 20-as lassújjal is itt a vasúti hídon, de úgy látom, hogy azt megszüntették, mert leszették a korlátozást. És ráadásul pont most egy ütemes menetrend van egyébként, 2 órás ütemben, jól tudom, és most pont egy luk van, mert olyan 9:30 fele ment el a vonat, és majd csak 2 óra múlva fog jönni. Most egyébként 10:20 van. Tehát most pont az ütemes lyukba sikerült ideérni. Hát ez most így alakult, nem ez volt közvetlenül az úti cél, csak a közelben volt a dolgom, és akkor mondtam, hogy akkor ezt is megnézem. És hát látjátok, itt a fejlesztés. Ennyi, hogy némileg magasított a peron. Hát ez nem SK+55-ös, de az SK0-nál egy picit magasabb. És egyébként ez az olcsó megoldás. Feljáró betonaljakból, ezek meg járólapok, vagy ilyen járdalapok. Itt volt végén egy pályatelefon, de látjátok, hogy a póznán már vezetékek nincsenek, tehát valószínűleg nem működik. Tehát, hát dadasak lehet, hogy lakják. Lehetünk tovább, itt van egy hirdetőtábla, és hát maga a híd, azt majd közelebb még megnézem. Hát igen, ez egy helyi hirdetőtábla. A Halászlakért Egyesület rakott ki ilyen közérdekű közleményt. Ja, hát igen, nem hagyják itt a szemetet, igen, meg hogy ne szemetelj, mert ugye van személygyűjtőkossá itt a megállóhelyen. Kötelező menetrend. Na, a fókuszt is visszakapjuk, hát látjátok, hogy nagyjából azért megvan a 2 órás ütem, és most pont ebből az időszakban nem jön semmi. De a 2 órás ütem megvan szerencsére, azt visszakapta a vonat, vagy hát a vonal. És itt van az új tábla. Kapott egy új táblát Halászlak. Ja, hát igen, még az, hogy nincsen átadva ide, még épül majd egy korlát, de van itt egy botlás veszély figyelmeztetés is, és a túloldalt is a felvezetőt így megcsinálták. Mondhatni pont olyan hosszú ez a peron, hogy egy bézés, meg egy pótkocsi az ráfér. És ennél hosszabb vonatok itt ritkán vannak. Meg szerintem még 2 pótkocsi is felfér rá. És látjátok, itt van a Körös híd, ez egy teljesen tipikus egyvágányú híd. Mind a 2 oldalán van gyalogjárda. Sőt, a túloldal be is van számozva. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hát nem ezek a hídelemeket valamiért beszámozták. Ez mindegy, hát megnézem a túloldalt is. És akkor itt a híd közepén. Remélem nem lesz nagy szélzaj, majd igyekszem túl kiabálni. Arrafele van a kompos átkelő. Nem biztos, hogy most működik. Ez csak időszakosan üzemel a komp. De egyébként ott a közúti forgalom csak azon lehetséges. És akkor hát ez maga Körös. Na hát látjátok, itt van a másik oldalt a híd. És hát itt ez egyetlen állandó átkelő. A túloldalt is van egy átjáró, ugye ott van a Körösnek a gátja. És arrafele van egyébként Mezőtúl.
107-es felépítményt, azt látjátok, hogy 48-as sín, és talfák és betonaljak egyesült. Itt a híd környékén talfa van egyébként, ott a hátrébb a másik oldalt már betonaljak, túloldal pedig így vegyesen, hogy betonaljak és talfák. Általában az illesztéseknél betonaljas, mert valószínűleg azt már cserélték korábban, és a két illesztés között pedig megmaradt talfás. Sőt, itt van egy 2011-es talfa. És egyébként ezt a vonalat, ezt pont 2017-ben használták intenzíven, amikor az autópályát építették. És akkor a nagy mennyiségű kőszállítás volt rajta. És itt pont Mezőtúrtól Szarvasig is vitték, az egyik kirakó Szarvason volt, de Csabacsűrön is rakottak, meg Kisszénáson is. Illetve Kisszénáson nem, de az ebből a vonalból kiágazó Kisszénás kondoros vonalnak a közepén volt egy nyílt vonali kirakó. És azt addig újra meg is nyitották. Ugye forgalomra, és akkor egy évig körülbelül megint volt forgalom a közepéig, és annyira rendbe is tették, hogy a tehervonatok be tudjanak menni a 33-as szelvényig. És akkor ismét itt. Ennyi lett volna ez a rövid kis bemutató halászlak magállóhelyről. Erről nem is tudtam erről a fejlesztésre, hogy ide építenek egy magasabb peront. Nem minden esetre hasznos dolog. És arrafele van valahol a közúti átkelő, de azt most nem fogom megnézni az Emesi kútba. Úgyhogy ez ennyi volt, köszönöm, hogy megnéztétek, sziasztok!